Az elmúlt két esztendő nem úgy alakult Bakosi Péter számára, ahogyan azt szerette volna. A koronavírus járvány miatt gyakorlatilag kiesett az egész tavalyi idény, emellett még sérülések, betegségek és tanulmányi elfoglaltságok is nehezítették a helyzetét, sem edzeni, sem versenyezni nem tudott. Az év elején Osztravában Péter másfél év szünet után egy bronzéremmel tért vissza a nemzetközi porondra. A fedett pályán 8-szoros, szabadtéren 6-szoros magyar bajnok idén eddig nem tudott optimális körülmények között készülni, hétfőn még csak idei második technikai szabadtéri edzését végezte édesapja Bakosi Béla irányításával. Egy kicsit érdekesen alakult ez a felkészülés eddig ugye a járvány miatt, de most úgy érzem, hogy sikerült sokat fejlődnöm, sajnos a téli szezonban ezt nem nagyon tudtam megmutatni, pedig elég sok volt benne. Én remélem, hogy most a nyári szezonban is sikerülni fog, és most ugye most már van alkalmam technikai edzéseket is végrehajtani, amúgy mint a téli szezonban, úgyhogy remélem ennek az eredménye is meg lesz. Bár Péternek az ugrások hiányoznak, a sportkórházban elvégzett állapotfelmérés szerint bizakodva várhatja a szabadtéri szezon kezdetét. A versenynaptár a járványhelyzet miatt folyamatosan változik, május közepén viszont már versenykörülmények között akar ugrani az olimpiát megcélzó atléta. Szeretne bekerülni a világranglistán a 32-be, ehhez azért nagyon jó eredmény kellene ugrania, 226 centi fölött minimum. Viszont nagyon-nagyon képlékeny a versenyszezon. Ugye az első verseny itthon lesz a csapatbajnokság, de hogy utána hol fog rajtozálni, igazából nem tudjuk, mert a külföldi versenyek jó részét lemondták a Covid miatt, úgyhogy meglátjuk. Én szeretném, hogyha a magyar bajnokságra már nagyon komoly eredményt tudna ugrani, és tudna két-három olyan nemzetközi verseny rajtozálni, ami úgy mondjuk, hogy pontban segíteni a világranglistán, hogy minél előbbre végezzen. A világranglistát új módszer alapján állítják össze. Minden versenynek megvan a pontértéke, az adott erősségű verseny értékének és az ott elért eredményért kapott pontszám átlagát veszik figyelembe a rangsor összeállításakor. Mivel az öt legjobb eredmény rangsorol, Péternek legalább öt versenyen kell jó szerepelni ahhoz, hogy esélye legyen bekerülni az olimpiai szereplés jelentő 32-es mezőnybe.